Hello mindenkinek, én Nagy Márton vagyok, és gyorsan szeretném ezt az intrót lezavarni, ugyanis rengeteg dolgunk van ebben a videóban. Szeretnék nektek felsorolni ilyen gyors talpalóként 180 olyan külföldi youtubert, akiket nézek valamilyen oknál fogva. Megpróbáltam belesűríteni shitposterektől elkezdve edukációs tartalmakat készítő videósokig mindent, amit csak találtam, de még így sem értünk a listám végére, szóval ez is még csak egy minimális töredéke azoknak, akikre én így rátaláltam az évek alatt a YouTube-on, de úgy éreztem, hogy érdemes megosztanom veletek ezt a listát, ugyanis azt vettem észre, hogy általánosságban egy-két különböző közszereplőre hivatkozik mindenki a komment szekcióban, és ennél jóval többről van szó, jóval több forrást fel lehet használni. Egy itt van egy lista, link a leírásban mindenkiről, akit bemutatok, dobj egy lájkot erre a videóra, és egészíts ki a saját neveiddel, bazd meg ezt a kibaszott listát. Egy videóba akartam lezavarni az összeset, hiszen akkora szórás külföldön, meg annyi tartalomkészítő van, hogy egyszerűen képtelenség mindenkiről beszélni. Éppen ezért, akit találtam, belesűrítettem ebbe a videóba, de ki tudja, hogy még hányan nem jutottak eszembe ezeken kívül, mert ahogyan írtam a listát, úgy bővült és lett egyre több a név a listámon. Itt most nem volt szempont, hogy aktív vagy nem aktív-e az adott videós, akit beletettem a listába, hiszen feltételezhetően annyira sokan nem ismerik őket, így, hogyha nem aktív az adott videós, de még nyilvánosak a videói, akkor érdekes lehet bárki számára, hogyha rákattint és ezeket elkezdi böngészni. Úgyhogy jöjjön a 180 külföldi youtuber, akiket ajánlok. Walden Bancroft. Az egyik legautentikusabb utazós vlogokat készítő youtuber a világon, közvetlen extrovertál, találkozik a helyiekkel, információkat ad át, mesél el történeteket, nincsenek felesleges körítések, és olyan helyekre, országokba látogat el, amelyek nem annyira ismertek, és a turista látványosságokon túl is megmutatja az adott ország hétköznapi életét, informatív, szórakoztató, és nem a magamutogatásról szól, hogy utazik. Let me know. A legigényesebb edukációs tartalmakat készítő youtuberek között van, akinek a videóit hatalmas mennyiségű kutató munka előzi meg, és minden aspektusában saját a tartalom, amit előállít. Ő maga készít animációkat a témákhoz, narrálja, vágja, és olyan témákat mutat be átfogóan, amelyek elgondolkodtatóak és egyben érdekesek is, és minden esetben megpróbál kutató munkájával hozzátenni valamit a bemutatott témákhoz, miközben hatalmas fejlődésnek lehettünk szemtanúi, miközben néztük az ő csatornáját és a tartalmainak az átalakulását. Apetor. Norvég shitposter, imádja a vodkát és imád ruha nélkül táncolni a fagyban. Szürreális videói vannak, amik igénytelennek tűnnek, mégis kibaszottul lekötik az ember. Joe Rogan Experience. Az egyik legnépszerűbb és legtöbb részt megélt podcast sorozat ma a YouTube-on Joe Rogan humorista műsorvezetésével, a vendégek változatosak és kötetlenül beszélnek bármilyen témáról nyíltan, napi szinten jön ki új rész, így mindig van tartalom. Gus Johnson. Legendás shitposter, a hétköznapi élet szituációit és jelenségeit figurázza ki szatirikusan rövid trash jelenet, de ezen kívül vannak hosszabb internetes jelenségeket bemutató tartalmai is. Bird, bird, bird. Pár másodperces animációk, amik olyan szinten fasságok, hogy nem bírod abba hagyni a nézésüket, miközben próbálod befogadni a túltolt trash-t, és kezded beleélni magad a Bird univerzumba. Rövid, egyszerű animációk, nagyon vicces előadásmódban és megvalósításban. Bill Words. Szürreális kidolgozott zenés videók, ahol a videó minden aspektusával a tartalomkészítő foglalkozik és dolgozik, egy olyan stílusban, ami egyedülálló a YouTube-on, viszonylag ritkán van új feltöltés, de rengeteg munka van a videóiban. Készített már videót Japán történelméről, majd ezután az egész világ történetét bemutatta kevesebb mint 20 percben. A videói pörgősek és magával ragadó stílusban készülnek. Big Marvel. Gumicsirkével ad elő ismert zenéket, összehasonlítja az 1 dolláros gitárt az 1000 dolláros gitárral, zenei mémek és cover videók professzionális. Bite-sized philosophy. Elsősorban Jordan Peterson ismert klinikai pszichológus előadásait és beszédeit összegyűjtő YouTube csatorna, ahol megtalálhatod ezeket a komolyabb hangvételű tartalmakat. Anything for views. Egy legendás YouTuber társaság egyik tagja, ironikus, beteg, sötét humorú videókat készít, és elindította a saját podcast sorozatát Cold Vans néven. Boy in a Band. Készített zenét, amelyben az oktatási rendszer abszurditásaira hívta fel a figyelmet, de zenés videókon kívül hosszabb véleménykifejtő videói is vannak különböző témákról, néha komolyabb, néha komolytalanabb hangvételben, és többek között PewDiePie-nak is segített már saját zenét csinálni. Bright Insight. Egy amerikai veterán, aki a történelemmel kapcsolatban vett fel érdekes kérdéseket, és próbál különböző eseményeket új nézőpontba helyezni, miközben a tartalmai nem érződik annyira, hogy teljesen átmenne az alaptalan teória gyártásba. Bo Burnham. Az egyik legfiatalabb és legtehetségesebb, mégis legsötétebb humorral operáló humorista ma, aki zenei tehetségével saját stand-up előadásokat tart, és saját filmet is rendezett már mindezt 30 éves kora előtt. A humora annyira abszurd és váratlan, hogy teljesen újdonságnak hat a stílus és megközelítése a dolgokkal kapcsolatban a stand-up humoristák világában, miközben zenés betétekkel és különböző show elemekkel tesz minden még szürreálisabbá. Bo Burnham esetében minden, amit kimond, ugyanannyira szomorú, mint amennyire vicces, és ugyanakkor a tragédia is, mégis nevetünk rajta, mégis nevetünk saját magunkon.
Jimmy Carr. Ismét egy humorista a nemzetközi szférából, aki a közönséget bevonva mond egymástól valamilyen szinten elszeparált vicceket, amik erősen sértő hangvételűek és polgárpukkasztó hatásúak. Butter Side Down. Pár perces rövid videók, amikben olyan dolgok történnek, amiket nehezen tudnék megmagyarázni, általában egy teljesen általános szituációnak lesz valami elborult végkifejlete, és mindezt FPS nézetben élvezhetjük. Caption Disillusion. Igényesen elkészített videók, melyekben megmutatja a valóságot különböző videós és internetes jelenségek mögött minden korosztálynak, érthetően a digitális világ rejtelmeire és átveréseire keresi a választ tudományos szempontból, felesleges időhúzás nélkül tartalmasan. Casually Explained. A nevéből adódóan is elmagyaráz mindent, ha a Wikipédia nem válna be, és ezt a legegyszerűbb formában teszi animációk segítségével humorosan és pörgősen. Caleb City. Szituációkat mutat be tényleg humoros formában, főleg a játék és különböző filmes témakörökben, a legegyszerűbb módon ironikusan, miközben egyértelműen látod a videóiban azt a jelenséget, amit bemutat, de közben szarrá röhögöd magad. Charlie's. A trash dunk mémek és szituációk a direkt cringe mérőmet felrobbantották ezekkel a videókkal és tartalmakkal, amik annyira szarok, hogy egyszerűen túl jók hozzánk. Circle Toons HD. Rövid animációnak is nehezen nevezhető szatirikus videó gamer témakörben elsősorban, amik ütősen mutatják be az egyértelműt, az aktualitásokat és bárki számára érthetőek, akik a gamer szférában egy kicsit is jártasak. Cold Ones. Egy podcast, a Hot Ones nevű interjú sorozat egyfajta ellentetje a nevében, amiben bebasznak és beszélgetnek kötetlenül minőségi formában. Nem tudok többet mondani róla, egyszerűen kurva jó. Clay Claim. Ezen a csatornán elképesztően igényes és kidolgozott élethű agyag figurákat és szobrokat készítenek különböző videójátékok, filmek és egyéb internetkulturális szereplőkről és helyszínekről. Colossal is Crazy. Átfogó dokumentumfilm jellegű hosszúságú és minőségű kidolgozottsággal készít videókat a YouTuber szférában történő jelenségekről és eseményekről, miközben kritikát is megfogalmaz és próbál egy ilyen objektív köntösbe bújtatott véleményt megfogalmazni, és érdekesség, hogy ez a csatorna volt számomra az egyik legnagyobb inspiráció a Szabies Jelenség című videómhoz. Crowcat. Egy csatorna, ahol egy videóban láthatod összesítve a különböző videójátékok és internetes események körüli hisztériát és hype-ot, majd azt, ahogyan a médiában is szemmel látható módon az előzetes ígéretekkel ellentétben a valóságban mi történt a videó alanyával. Daily Dose of Internet. Egy szerethető youtuber, aki napi szinten gyűjti össze engedéllyel az internetről a számára érdekes videókat, hogy megossza másokkal, és adagolja ezeket 3-4 perces dózisokban az embereknek. Ez a csatorna sok másik ilyen csatornával ellentétben nem használja ki mások tartalmait, hanem segít ezeket népszerűsíteni, és tényleg sikerül a kisállatos videók mellett olyan videókat is bemutatnia, amikre nem feltétlen találnánk rá a segítsége nélkül. Ezen a csatornán nincsenek tévképzetek, pontosan azt kapod, amit ígér neked, hogy adni fog. The Almighty. Egy kincsvadászattal foglalkozó YouTube csatorna, ahol elsősorban folyókban és különböző vizekben keresnek professzionális felszerelések segítségével értékes tárgyakat, és ha találnak egy telefont vagy véletlen vízbe ejtett értéket, a videók segítségével próbálják visszajutatni az eredeti tulajdonosoknak. Danica Sal. Szürreális rövid animációk, egyedi humorral, ami a mi a fasz néztem meg érzést kelti benned minden megnézett videója után. Danny Duncan. YouTuber tartalmak nem a sablonos megszokott influencer formában, igazi személyiséggel, prankek, vlogok, mégsem átbaszás a YouTube csatorna, mégsem egy kamu internetes karaktert nézünk, mégsem családbarát, mégis élvezhető, felnőtt emberek számára is a tartalom. Dark Five. Egy toplistás YouTube csatorna, minden videóban 5 listaelemmel, ahol különböző ijesztő témákat és rejtélyeket dolgoznak fel és mutatnak be. Nem egy olyan YouTuber van Magyarországon, akik ilyen típusú csatornákról ollózzák össze egy az egyben a tartalmaikat és fordítják le magyarra. Dave Hackens. Dave Hackens a csatornáján a műanyag újrahasznosításának különböző formáit mutatja be, és ad tanácsokat, hogyan tudod akár házilag is otthon ezeket a praktikákat professzionális eszközök nélkül elsajátítani. Drew Goden. Goden különböző internetes közszereplőkről és jelenségekről mond kritikát, és készít átfogó, minőségű tartalmakat, és alkot véleményt erről a szféráról és az influencerekről. Goden a Vine nevű alkalmazáson kezdte a pályafutását, és szépen lassan alakult át kritikus videóssá, aki elgondolkodtató tartalmakat készít. History. Történelmi, animációs, ismeretterjesztő videók elsősorban Európa keleti országairól. Elvis the Alien. YouTuber témákról, influencerekről és különböző értékeletetlen filmekről készít kritikákat minőségi módon, és mondja el a véleményét ő is. Kifejezetten sok ilyen típusú videós van, akik véleményt mondanak és van tartalmuk külföldön. Miközben érdekes módon a magyar YouTube-bal ellentétesen, ezek a tartalomkészítők nem lesznek egyből Renter néven megcímkézve. Emperor Tiger Star. Különböző térképeken mutatja
mutatja be a napi szintű földrajzi változásait történelmi eseményeknek, háborúknak, hogy hogyan változott a front helyzete, az országhatárok, és így talán átláthatóbbá válik a nézőknek és közelebbinek érezhetik, hogy ezek az események és háborúk hol zajlottak le. Emplemon. A fő profiába tartozik a YouTube mint platform abszurd döntéseinek és rendszerének bemutatása, hogy érthető legyen bárki számára, mik is azok a fő problémák a platformmal, amik megnehezítik a tartalomkészítők munkáját, és ezeknek a szabályozásoknak és változtatásoknak mi állhat a hátterében valójában. Természetesen ezen a csatornán is a minőség a mennyiség előtt elve érvényesül, így viszonylag ritkán, de minőségi tartalmat kap, ha valaki feliratkozik. Eric the Electric. Az egyik első YouTuber, aki gigantikus kalória mennyiségű ételeket evett meg a videóiban, miközben aktívan beszél a sport és az egészséges életmód fontosságáról. Ez a csatorna és ez a YouTuber is azok közé tartozik, akik még egy adott műfaj vagy videótípus trendé válás előtt már ezzel foglalkoztak, és ebből adódik, hogy a sok influencer között, akik ezeket másolják a nézettségért, ő az adott műfajt élvezhetően adja elő és készít videókat autentikus formában. Exploring with Josh. Különböző elhagyatott helyekre látogat el a videóiban, utazós vlogokat készít, viszont specifikusan ilyen elhagyatott helyeket mutat be, és itt is az a helyzet, hogy ezt lehet ízléstelenül magamutogatva csinálni, és úgy is, hogy informatív tartalmat készítesz abból a műfajból, amit képviselsz. Josh esetében van példa mind a kettőre sajnos, de túlnyomó részben tartalmasak a videói és érdekesek, és itt is az a jelenség figyelhető meg, hogy valójában nem feltétlen a stílusról, a műfajról vagy a konkrét tartalmakról van szó, hanem arról, hogy mi van mögötte, mert bármilyen tematizált tartalmat lehet lelketlenül a nézettségért készíteni, jelentés nélkül, és lehet autentikusan értéket képviselve. Fairbairn Films. Ausztrál shitposter páros, akik szituációkat játszanak el direkt trash köntösben, és úgy cringelsz, mintha a legjobb orgazmusod lenne. Felix Colgrave. Szürreális stílusú animációk, melyeket végignézve mély melankóliába eshetsz, és megkérdőjelezheted létedet a földön, és órákon keresztül hatásuk alatt maradsz, miközben a fejedben újra és újra lejátszod azt, amit láttál, hogy megpróbáld valahogy értelmezni ezeket az animációs kisfilmeket. Forgotten Weapons. Különböző háborús és történelmi fegyvereket mutatnak be és tesztelnek ezen a csatornán informatív módon szakértők, és még akkor is lekötheti az embert, ha nem rajong a fegyverekért. Gas Station Encounters. Narrálja a különböző benzinkúti tolvajok biztonsági kamerás felvételeit és a lopási kísérleteket kibaszott vicces módon. GeoWizard. A GeoGuessr nevű játékkal foglalkozik már-már professzionálisan, és így kezdte a pályafutását, és országokkal, földrajzzal kapcsolatos kvízeket tölt ki rekordgyorsasággal online, és ezen kívül elkezdett a való életben is videókat csinálni, például végig sétált egy országon nyíl egyenesen, és hazatalál random helyekről, ahova kiteszik őt a világban. Ismét egy autentikus YouTuber, akinek a tartalmai folyamatosan változtak és fejlődtek az évek alatt. Ginger Pale. Ginger Pale egy animációs és vicces, pár perces formátum itt a YouTube-on, amiben random témákról van szó, mint hogyha egy vlogot néznénk, Magyarországon talán a Dumaragú volt hasonló ehhez. Az animációs stílusa és az előadásmód tesz igazán szórakoztatóvá, és az, ahogyan megvannak írva a szövegek, ezt a tartalomfajtát, miközben természetesen egyedi és minőségi marad. Blink. Oh, hey! Te is szereted az értelmes tartalmakat? Szeretnél tanulni az internethez köthető témákról? És véleménykifejtéseket látni azokból a trendekből, amik végigkísérték az online tevékenységünket? Van egy jó hírem! Ismét egy YouTuber, aki minőségi videókat készít YouTuberekről, játékokról és internet kulturális eseményekről. Wow! Gondolom nagyon sokkolt, hogy újabb és újabb videósok kerülnek fel a listára ilyen típusú tevékenységgel. Grandé! Mémek. Mémek, bazd meg. Kibaszott sok mém. Minecraft mémek. Minecraft. Fortnite. Fortnite mémek. Dunk mémek. Ha láttál egy mémet, valószínűleg ez a csatorna segített elterjeszteni. Mémek! Great Big Story. A legkülönfélébb történetei furcsa és egyedi embereknek és életutaknak pár percben, illetve ismeretterjesztő videók minden mennyiségben. Itt megtalálhatod a történetét a világ legjobb Pac-Man játékosának, az embernek, aki egy repülőben alszik, a leggyorsabban beszélő embernek, a film előzetesek narrátorának történetét. Is itt van, a Lego protézist készítő ember életét is megtalálhatod itt most. Őszintén, mire vársz? A témák magukért beszélnek. H2H3 Productions. Az első olyan YouTube csatornák között volt nemzetközileg, akik elkezdtek szakszerűen más YouTuberek és influencerek kritizálásával foglalkozni, és videókat bemutatni és jelenségeket, és Ethan karakterek köré számos mém épült, és itt a YouTube-on egyfajta kultuszlengi körül az úttörőjét ennek a műfajnak, aki azóta sajnos már egy-két hibát elkövet,
lett, és ezért eléggé megosztó lett a személye, illetve kicsit narcisztikus irányba ment el a podcast sorozatával, az H3 podcasttel, ami viszont már kevesebb ember tetszését nyerte el, mint a még jogosnak tartott kritikái más influencerekről. Az H3 Productions elsősorban két szeméből állt, a kollaborációs videókon túl, egy házas párból, Ethanból és Hilából, akik együtt készítették a videókat, de Ethan volt az előtérben. Half Asleep Chris. A stop motion stílus keveredik a vlog stílusával, miközben ismeretterjesztő tartalmakról beszélünk, így jön létre valami teljesen szokatlan ezen a YouTube csatornán, elsősorban utazással, különböző helyekkel kapcsolatos érdekességeket és különböző pénzek és bankjegyek történetét meséli el a videóiban. Honest Guide. Ezen a csatornán leleplezik a legnagyobb turista átveréseket elsősorban Prágában, és bemutatják, mire kell vigyázni, hol érdemes pénzt váltani, hol akarnak lehúzni minket a nyaralásunk során pénzzel. Természetesen a turista lehúzó helyek és a szkemmerek nem örülnek ennek a csatornának és tevékenységének, így többször fenyegették már meg a készítőjét, de ennek ellenére a mai napig folytatja a legnagyobb turista átverések leleplezését a videóiban. Ian Kang. Újabb minőségi shit poster, rövid ütős videók, ironikus szituációk, dunk meme, tudjátok, ismeritek ezt a direkt trash stílust, ezt mind nagyon tudjuk itthon értékelni. Nem nagyon, nem, ez irónia volt ez is, vágod, ez irónia volt, nem értjük még, hogy ezek hogyan működnek. iDubbbz TV. Na, témánál vagyunk, azon kevés youtuberek egyike, akinek a nevét itthon is ismerjük, a youtuber szférában, iDubbbz az egyik legikonikusabb alakja ennek a direkt trash mögé bújtatott tartalom stílusnak. Általában azok a magyar videósok, akik valamilyen szinten hasonló tartalmat készítenek hozzá, azok ténylegesen az ő tartalmait vették alapul. Ő készítette el a Content Cop nevű sorozatot, ahol szintén keveredett több műfaj eleme és hatalmas sikereket ért el ezzel, különböző youtubereket mutatott be és kritizált ebben a sorozatban, ezen kívül csomagokat bont ki, böfög, egy undorító szar, pont mint mindenki, de ő ezeket megmutatja, és ez a fajta autentizmus és valódiság keveredik a szemmel látható kritikával a videói mögött, vagy pedig egyszerűen csak meg akarja menteni a mókusokat az udvarán. A cringe nem hivatalos királya, iDubbbz az interneten. How to basic. Internet klasszik, megmutatod a haverodnak, hogyan kell tésztasalátát csinálni a YouTube videóban, gyere már ide, bro! Megmutatom, hogyan kell csinálni, és egy őrjöngő ember, bum, szétbassza a konyháját, és megbassz valami tárgyat, miközben pofára esik, ez egyszerűen megunhatatlan. De egyébként akármilyen meglepő, ezzel a tartalom típussal a mai napig meg tudja lepni az embereket. Internet comment etiquette with Eric. Eric megmutatja nekünk, hogyan kell viselkedni egy comment szekcióban az interneten, a legkülönfélébb szituációkban is helyzetekben. Bemutatja, hogyan kerülj el bizonyos helyzeteket kommentelőként, és mit csinálja ahhoz, hogy elkerült, hogy egy idegesítő fasz legyél. Internet historian. Azt hitted, már elfelejtették az emberek? Nem. Ami egyszer ide felkerül, az ott is marad, ugye? Nem mondta még anyukád? Az internet történelme tananyag lesz majd, és itt a tanárbácsi, aki bemutatja különböző történetszálak segítségével az internetes múltunkat, hogy átlássuk, milyen folyamatok játszottak le az interneten. Az internet történészétől ráadásul külön elismerés, hogy Hide Your Pain Herald magyar világsztár arcképét használja profilképnek. Isaac Butterfield. Na, egy kis aktuál politikát is belecsempészek a videóba. Butterfield ausztrál humorista közszereplő rendszerint veszi gorcsó alá a videóiban és kritizálja a jelenkorunk defektjeit és elfajzott szélsőségessé vált eszméit. Ezt ráadásul még szórakoztató formában is teszi. Úgy, hogy trigger warning! It's Raka Raka Ali! És akkor jöjjön It's Raka, a top 10 legnagyobb csoda a YouTube-on, hogy még nem tiltották le a platformról, díj nyertese, aki egyébként elsősorban zeneparódiákat készít, de mindenkit, akit fel lehet baszni egy zeneparódiával, az felbassza. Vallással, nemzetek traumájával, különböző országok sztereotípiáival mind poénkodik ezekben a zenékben, és olyan határokat lép át, amit a legtöbb ember már képtelen elviselni. Jay Aubrey. És akkor jöjjön a világ legnagyobb plot twistje, ismét egy YouTube csatorna, ahol professzionális módon foglalkoznak influencerekkel, és megfogalmaznak kritikát is, és átfogó tartalmakat készítenek youtuber trendekről és jelenségekről. Wow! Jax Fuse. Egy régi arc a youtuber világban, készít zenei produkciókat, shitposting videókat, ő készíti már évek óta a legendás YouTube sorozatot, mondjuk együtt, leave your answers in the comment below, jaj, pontosan, aminek egyébként a tiszteletére PewDiePie elkezdte a Lvi nevű sorozatát, ő csinálta a Your Grammar Sucks nevű sorozatot, melyben kollaborált sok másik videóssal, és ezen kívül most élőben lép fel a jaj nevű formátumával, leave your answers in the comment below. Yesterday, I asked you,
James ESL English Lessons. Ezen a csatornán segítenek neked angolul tanulni. Bizony, lehet többet kellett volna néznem. Jelly's Marble Runs. Üveggolyó versenyek és üveggolyó olimpia minden mennyiségben. Az egyik kedvenc sportom lett, és ezt nagyon szívesen űzöm is, és ami igazán élvezetessé teszi még ezeket a versenyeket, és azt, ahogyan gurulnak az üveggolyók, az a narrátor, aki teljesen beleéli magát ezekbe a versenyekbe. Jim Sterling. Akarjátok látni azt a videójáték kritikust, akivé nagyon szívesen szeretne válni minden magyar videójátékokat bemutató YouTube csatorna? Bemutatom Jim Sterlinget, akinek a stílusa és a videói nem véletlenül hangozhatnak ismerősen neked, de plot twist, Jim nem tud magyarul, úgyhogy lehet nem ő próbálja magáévá tenni a magyar videójátékokkal foglalkozó videósok gondolatait és előadásmódját, de psszsz! Jin Kid. Az emberekre jellemző minden vonást meghazudtolva képes utánozni Skyrim NPC karakterek viselkedését, amely egyszerűen túl élethű és hihető ahhoz, hogy ne parázzál be rajta, miközben egyszerre vagy tőle lenyűgözve is. John Fish. John Fish a Harvardon tanul, és több 10 videót készített az olvasás pozitív hatásairól az életében, közben könyveket is ajánl természetesen mindenkinek, miközben foglalkozik a mesterséges intelligenciával és egyéb érdekes nyalánkságokkal a videóiban, például, hogy milyen lehet egy Harvardon tanuló egyetemistának. John B. Christ. Különböző rövid sketchek, stand-up és rant videók, ez John Christ YouTube csatornája, ahol az egyik legnézettebb videó a Mi történne, ha felcserélnénk a golf és a labda rúgás kommentátorokat, ez az egyik legjobb videó jelen pillanatban az interneten. Johnny D and Miss Helen. Vicces YouTube csatorna, mert egy nálam idősebb ember énekel olyan mémzenéket, amikről azt hittem csak a fiatalok érthetik meg az interneten. Ha-ha-ha-ha-ha! Mindig jókat kacagok! Atomic Shrimp. Konzervételeket tesztelnek ezen a csatornán és mutatnak be, köztük magyar ételeket is, ezen kívül van videó arról, hogy mit csinál az internetes átverőkkel, szkemmerekkel szemben, és elég széles a választék videó tekintetében itt minden szempontból. John Sudano. John Sudano sikeresen bebizonyított, hogy a Smash Mouth All-Star szövege minden zenére illik, és ennyi, ez volt a csatornája, minden típusú alapra felénekli a Shrek ikonikus zenéjét, amit csak talál, de újonnan egyébként elkezdett dob cover videókat is csinálni a csatornájára. John Lejua. Szatirikus rappeket és különböző ironikus zenéket készített, még annó például arról, hogy mekkora punci mágnes, vagy arról, hogy ő egy teljesen átlagos srác, mindez különböző karaktereket eljátszva tette, az ő munkássága és zenei téren kifejezetten inspiráló hatású volt számomra. Kifejezetten tetszik, amikor ilyen típusú ironikus köntösbe van bújtatva a valódi mondani való a zenék vagy a rappek mögött. 69. Jordan B. Peterson. Jordan Peterson azután vált világszinten ismerté, miután megtagadta, hogy más nemüként szólítsa az egyik diákját az egyetemen, ahol tanított, melynek hatására kirúgták, és onnantól kezdve kezdett el közszerepléssel is foglalkozni, és világszerte beszédeket tart, könyveket ír, illetve vitákon vesz részt különböző politikai kérdésekkel és közügyekkel kapcsolatban. Karl Rock. Elsősorban Indiát mutatja be a vlog videóiban, többek között azt, mire kell vigyázni, ha Indiába mész, hova érdemes ellátogatni, illetve kevésbé ismert autentikusabb helyszíneket is körbejár, miközben igyekszik kiszélesíteni az emberek látókörét Indiával kapcsolatban. Körzgezakt in a nutshell. Egy kis csapat készíti ezt a YouTube csatornát, tudományos videókat készítenek, és az egyik legigényesebb ismeretterjesztő YouTube csatorna jelen pillanatban a platformon, amely különböző aktuális kérdésekre ad választ, mint például mi történik, ha nukleáris bombát dobunk egy városra. A tej az mérgező vagy egészséges? Itt is a minőség a mennyiség előtt van, és az átadott tudás és a befektetett munka egy kis csapathoz képest, amennyit dolgoznak vele, az hatalmas és elképesztő. Lazy Square. Elég sötét hangulatú és nyomasztó animációk, melyek görbetükröt állítanak modern társadalmunk előtt, mind angol, mind orosz nyelven elérhető, nem tudom kinek melyik segít inkább, de ezeket akár még nyelvtudás nélkül is értelmezni lehet. Louis Spears. Ismét egy stand-up humorista saját műsorral a YouTube-on, különböző polgárpukkasztó sketcheket is csinált, amik ismertté tették, mint például amikor egy oltás ellenes tüntetésen megpróbált keresni egy tényleges orvost, aktuál politikától kezdve különböző társadalmi jelenségekkel is foglalkozik a YouTube csatornán. LGR. Végre egy tech csatorna a listán, ez az, de ez is rendhagyó, hiszen ez egy retro tech csatorna, ahol több 10 éves PC-ket és játékokat mutatnak be, és tessnek akár egy számológépet is kompatibilissé ahhoz, hogy doomozni lehessen vele. Yeah! Limmi. Ezen a csatornán az akcentus és a humor is sokszor értelmezhetetlenné válik. Olyan legendás videókat készített Limmi, mint amikor felfedezte a csapvizet, vagy amikor elgondolkodott rajta, which one is a heavier, a kilogram of steel or a kilogram of feathers? Azóta eltelt egy kis idő, és jelenleg Twitch-en streamel játékokat, és erről tölt fel részleteket a YouTube-ra, amik ugyanúgy szinte értelmezhetetlenek, de ettől függetlenül még humorosak. Lissov vlog. Végre egy orosz résztvevő a listán, yeah! Mindenki erre várt.
Lisova Little Big nevű formáció egyik tagja, aki orosz nyelvű vlog videókat készít arról, amikor például turnéznak a zenekarral. Ez azok számára lehet nyilván érdekes, akik szeretik az ilyen backstage nyalánkságokat, videókat, még akkor is, hogyha nem tudnak semmit oroszul. Lockpicking lawyer. Nincs olyan lakat, amit ne lehetne feltörni, és ezen a csatornán ezt teszik egyértelművé mindenki számára. Komolyan könnyebb, mint gondolná, de nyilván ez nem azt jelenti, hogy most menjél körbe mindenhova, aztán kezdjél feltörni lakatokat, és tanuld meg, hogyan kell. Nem, ez azt jelenti, hogy vegyél erősebb lakatokat. De várjunk csak, hiszen minden lakatot fel lehet törni. Akkor vegyél olyanokat, amiket nehezebben lehet feltörni. Senki nincs biztonságban. Luke Kidzsa. Újabb stand-up humorista a listán, és shitposter is egyben, akit nem tört meg a társadalom. Man Plus River. Nem kell nagyon megfejteni a nevét ennek a csatornának, itt is arról van szó, hogy értékeket és elhagyott dolgokat keresnek folyókban és különböző vizekben. Man Plus River, érted? Dolgokat találni király, ebben szerintem egyetértettünk, csak nekünk nincsen búvár felszerelésünk és engedélyünk hozzá, hogy ezt csináljuk, hát nekik van, és ők találnak dolgokat, király dolgokat. Mark Rober. Tényleges kísérletek egy mérnöktől, aki a NASA-nak dolgozott, mindez szórakoztató formában, nem csak hogy elmagyarázza különböző átverések tudományos hátterét, de ezen kívül olyan kísérleteket is megcsinál, amiket más csatornákon nézettségszerzésre használnak. Itt láthatod ténylegesen, milyen az, ha egy medencét zselatinnal megtöltenek, miközben tanulhatsz is belőle, és tényleg megtörténik az, ami a címben van, és még értelme is van a dolgoknak, akkor már miért ne ezt néznéd? Materialissimo. MLG videók geci sok vágással, kielégítő nézni, nem tudom elmondani, hogy mik történnek pontosan ezekben a videókban. Max Mofo. Ismét a régebbi arc a YouTube-ról, aki a Cold Ones Podcast egyik tagja Anything for Views mellett, és alapembere volt ugyanannak a társaságnak, amiben ezek a legendás videók készültek iDubbbz-zal és How to Basic-kel és Filthy Frank-kel, olyan legendás trilógiák, mint például a Hányás Torta, vagy pedig a Halálos Twister játék. Nem lehet tudni pontosan, mikor milyen tartalmat tölt fel, eléggé inaktív, miközben egyébként egyszerre 4 különböző YouTube csatornát is készít. Például nagyon fontos, hogy külön van egy csatornája, csak a Pokémon. Max Mofo Pokémon. Milo. Szarrá trollkodja a nyilvánosságot, miközben van mondani valója is, és provokál mindenkit, akit csak lehet, polgárpukkasztó és kicsit sem PC, de most jön a fordulat, közben meleg, és imádja a hatalmas fekete farkakat szopni, ez a saját elmondása szerint is így van. Na ezzel a helyzettel mit fog kezdeni a liberális média? Minecraft God. Élethű reprodukálásai történelmi eseményeknek Minecraftban, csak ajánlani tudom, sokat lehet belőle tanulni, hogy mi hogyan történt. Steve Cardinal. Az egyetlen csatorna, ahol élvezhető chatroulette videókat készítettek, és a zenék a Való Életben sorozatot is itt csinálták. Viszonylag inaktív lett mára már ez a csatorna, de egy 5-6 éve a csúcson volt, viszont a mai napig néha teljesen random helyzetekben és időpontokban beugrik, hogy ez létezik. Mr. Nightmare. Nagyon para történetek, amiktől nem tudsz majd aludni éjszaka. Ezeket ne egyedül nézd otthon a sötétben. Mr. Beast. Az egyetlen videós, akinél egy kicsit sem zavar és nem érzem átbaszásnak, a pénzösszeg szerepel a videói címében. Amit ez a csávó itt a YouTube-on végezvitt az előző pár évben, ez egy másik szint konkrétan. Autentikus maradt a csatorna, miközben bevon másokat is, és a legdurvább megtekintéseket produkálja minden egyes feltöltött videója, és több millió dollárt osztogatott már el a tartalmaiban, számtalan YouTube-os trenden indítója, és rengetegen szó szerint őt másolják világszerte és az ő ötleteit. 2019-ben elindított egy mozgalmat Team Trees néven, ahol 10 millió fa ültetése a cél világszerte, és ezzel számtalan másik tartalomkészítőt is inspirált és megmozgatott az ügy érdekében, még Elon Musk is adományozott egy nagyobb összeget az ügyért. Music Video Scenes. Zenei videóklippek idézőles szakszerű elemzése és a bűneik felfedése mindenki számára. Mars. Egy ironikus YouTuber, aki bemutatja a YouTube-os jelenségeket, milyen ismerősen hangzik, nem? És ő egy lány! Lányok! És ért minket, megért minket, érti a mémeket, lányok! Bad lip reading. Azt a kurva, hogy csak a felénél vagyok. Újra szinkronizálnak különböző jeleneteket és eseményeket, hátborzongatóan, élethűen és viccesen. Naked JK. Beszéljünk az internetről és a 2000-es évek elejéről egy jóga labdán ülve. Szórakoztató? Igen. Edukatív? Talán. Csinál saját zenéket? Igen, mondjuk ezt minden YouTuber elmondhatja magáról. Trash? Talán. Minőségi? Igen. Jógalabda? Igen. Neil Kolhatkar. Stand-up humorista, provokatív videókkal, kisfilmekkel a modern világról és ironikus sketchekkel.
Nerd City. Ez az a csatorna, amit a legjobban ajánlok, ha képben szeretnél lenni a YouTube-on észlelhető jelenségekről. Itt összegzéseket találhatsz azokról a témákról, amik legjobban befolyásolják a platformot, vagy magáról a platformról. Minden videója aranyat ér a Nerd City-nek, és ez jelen pillanatban a legkidolgozottabb és leginformatívabb YouTube-os témákat feszegető csatorna a platformon. No fuckers! Orosz YouTuber, aki angolul készít videókat, ki tudja még meddig, ráadásul renteket is csinált, de jelen pillanatban kommenter videókat és véleménykifejtéseket készít. Oliver Tree. Mémként indult, komoly előadó lett belőle, ugye ez sokunkkal megtörténik napi szinten, abszurd és szürreális zenéket készít, amikhez igényesebb klippek készülnek, mint bármilyen teljesen komolyan gondolt mainstream slágerhez. Amazing. Kreatív stop motion videók. Ja. Bizony, azok. Ozyman Reviews. Hétköznapi helyzetek és YouTube videók professzionális kommentálással, mintha egy sportközvetítést néznél. Pablo Simadevilla. Extraket és különböző luxus cikkeket készít el, sokszor hétköznapi tárgyakból, és ezeket mutatja be túlnyomó részben a YouTube csatornáján. Úgyhogy ameddig nem tudod, hogy hogyan kell egy anyacsavart jegygyűrűvé csiszolni, addig nekem ne mondjad, hogy készítettél egy ajándékot, oké? Az autentikus ajándékok itt kezdődnek. Parasok X. Amint kimondom ezt a mondatot, jön a következő a listáról. Paul Joseph Watson. Különböző megosztó aktuál politikai és közéleti kérdésekről készít átfogó videókat, melyeket a szubjektív véleményével spékeli meg, egy újabb csatorna, ahol szellemi folyamatok történnek, és el lehet gondolkodni a tartalmon. Nem baj, ha nem értesz egyet valakivel? Azért nem kell egyből felakasztanod az internetet, nyugodj meg, semmi gond! Penguin Zero. Minden van itt, véleménykifejtések, teleshop paródiák, de tényleg a vicces fajták, tehát ezek a paródiák viccesek. És ez a csatorna egyszerűen túl jó ahhoz, hogy ezt el lehessen mondani szavakban, ezt egyszerűen meg kell nézni, de a legjobb benne, hogy átérzed, mennyire kínos neki az, amit átél minden nap az interneten és a mainstream által, és ezt te is átéled és érzed, és neked is ugyanúgy fáj, de nevetsz rajta. PewDiePie! A YouTube királya! A legtöbb feliratkozóval rendelkező individuális tartalomkészítő a platformon, aki nem csak hogy az egyik legrégebbi arc, de folyamatosan releváns tudott maradni az évek alatt úgy, hogy közel megállás nélkül készít napi szinten tartalmat. Megosztó lett a személye a média részéről, mert nem túl politikailag korrekt, voltak rosszabb és jobb időszakai a tartalom szempontjából, de általánosságban véve a mai napig képes olyan tartalmat készíteni, amiből mém lesz, vagy ami elgondolkodtató. Akármennyire is bugyutának tűnnek ezek a tartalmak kívül, a jelenfejlődés a videós karrierjének kezdete óta, és a szemlélete a világról hatalmas fejlődésen ment keresztül, és ez lehet van, aki számára nem szimpatikus. Nyilván, mivel hatalmas mennyiségű ember követ és közszereplői, nála is kiszűrhetetlenek a szélsőséges esetek, de nem érzem nála is szüksége lenne mások rajongására, főleg azért, mert alapból introvertált személyiségről beszélünk, aki a kamera előtt tud kiteljesedni. De nagyon érdekes, hogy nem sikerült még megtörni őt az évek alatt, annak ellenére sem mennyi próbálkozás volt rá a média és különböző cégek vagy politikusok részéről, miközben PewDiePie megmaradt önmaga mindvégig valamilyen formában. Photoshop Tutorials. Gondoltam, legyen a listában egy tutorial csatorna. Ha szeretnéd megtanulni a Photoshop nevű programot, ezt a csatornát ajánlom. Police Activity. Nem, ez nem az Activity nevű társasjáték rendőrváltozata, ez egy olyan YouTube csatorna, ahol a rendőrök testükre helyezett kameráinak a felvételeit nézheted meg akció közben. PragerU. Ez egy olyan YouTube csatorna, ahol a szabad gondolkodást, a szabad információ átadást és a vita kultúrának a népszerűsítését tűzték ki célul, éppen ezért a legkülönfélébb beszélgetéseket, előadásokat és rövidebb informatív videókat találhatod meg itt. Priming. YouTube drámákat és különböző érdekes történeteket vázol fel és ismertet a videóiban. Micsoda? Ez is egy olyan csatorna, ahol véleményt is mondanak és tényeket is közölnek megtörtént eseményekről itt a YouTube-on, melyeknek a hátterében nem elvakult rajongás áll és nem feltétlenül tudnak annyira sokat a nézők az adott téma hátteréről. Mi van? Nem. Álljunk le! Stop! Álljunk le itt a forgatással, már majdnem elkezdtem gondolkodni. First We Feast. A Hot Ones nevű sorozatnak ad otthont a First We Feast nevű YouTube csatorna, interjú közszereplőkkel, miközben egyre csípősebb kajákat esznek, csípősebb szószokkal, mindez megspékelve tényleg érdekes kérdésekkel az interjú alany felé, ami felüdülésként hathat a média sablon kérdésekkel teli világában. Egyszerű, mégis nagyon jól működő koncepció, amit aki tud, már másolja is rosszabbul le a saját nyelvére. Ralph the Movie Maker. Elgondolkodtató filmelemzések és kritikák szakszerűen, amiben sokszor a filmes technikákról és különböző forgatási módszerekről is szó van, ahogyan egy adott filmet elkészítettek például. Várjatok, hagy használják egy nagyon felkapott kifejezést most a YouTube-on, hogy profinak tűnjek. Videoesszék!
Rambelek. Ezen a csatornán 4K minőségben relaxálhatsz arra, hogyan főként Japán legváltozatosabb tájain és városaiban sétálnak 1-2 órán keresztül, mindig más napszakban és más időjárási körülmények között. Rayhard Twins. Szintet lépünk, megint, már negyedszer ebben a videóban, ezen a csatornán már nem youtuberekről mondanak véleményt, Rentet vagy a YouTube platformját kritizálják, no, itt specifikusan TikTok sztárok idézőjeles munkájáról mondanak kritikát és véleményt az ikrek. És egyébként ők tényleg ikrek, most nem a csöcseimre gondoltam. RDC World 1. Ha egy YouTube csatornának szám van a nevében, az 2 dolgot jelenthet, vagy kibaszott szar, vagy kibaszott király. Egyszerűen nincs középút, és ez a csatorna a kibaszott király kategóriába tartozik. Trash, rövid sketchek itt is, ironikus formában, és itt az anime világ kedvelői, meg a hentai világ kedvelői és ismerői előnyben vannak, hogy értelmezzék ezeket a jeleneteket, de még én is fel tudtam fogni, hogy miről van szó. Real Stories. Ugye 2020-ban, ha valahova az van kiírva, hogy valódi, akkor mi egyből arra asszociálunk, hogy hazudnak nekünk, csak marketingből, viszont ehhez képest ezen a YouTube csatornán tényleg igazi emberi történeteket és sorsokat mutatnak be és mesélnek el nekünk. Real Life Lore. Olyan kérdésekre adnak választ ezen a csatornán, melyek sosem voltak igazából megkérdezve, mégis mindenkit érdekelhetnek, aki elolvassa a címeket. Tudni akarod, mi van az adott jelenség hátterében, főként földrajzzal, történelemmel és gazdasággal foglalkoznak ezen a YouTube csatornán ismeretterjesztő módon. Szemonila Akadémia. Pálcika emberes animációkkal játszanak el történelmi eseményeket, nem feltétlenül annyira ismert történeteket vagy tudományos tényeket. Remek, kifinomult és kidolgozott karakterek ezekben az animációkban, elképesztően részletes és okosan megírt forgatókönyvvel ismeretterjesztő, azt hiszem. SciShow. Tudományos ismeretterjesztő videók élvezhető módon, igényesen, nem az első ezen a listán, elég sok helyről tanulom magam. Screen Junkies. Az őszinte film és sorozat előzetesek otthona, amely görbe tükröt állít egy kicsit annak, amiről készítik ezeket az előzeteseket, őszintén ugye, és különböző aktuális filmekkel foglalkozó kommentárokat is találhatunk itt. Very Very Funny Channel, I really recommend, I recommend. Robocast. Retro játékokkal, 2000-es évekbeli sorozatokkal és azzal foglalkozik ez a csatorna, hogy bemutassa, miért haltak ki különböző játékmódok, és miért buktak el játékok a piacon, mi meglepő, informatív és minőségi módon. Roy Purdy. Shitposting, random táncok, mémek, trash. Rémi Gallard. A prank mint műfaj egyik ikonikus alakja, aki úttörője volt ennek az egésznek, amit ma a YouTube-on prank név alatt megy, nyilvánvalóan ennek elég negatív hatásai is lettek, de erről nem feltétlenül ő tehetett, ő még máshogy kezelt ezt az egész műfajt. A provokálás, a társadalmi üzenetek átadása, flashmobok segítségével és különböző akciók segítségével mind beírták őt a prank történelmébe az interneten. Seth Everman. Ő a kopasz srác a YouTube-on, aki zenei mémeket csinál professzionálisan. Silo Entertainment. Ha érdeklődsz az Airsoft iránt és szeretnéd látni, hogyan játszanak a profik, ráadásul ezt FPS nézetben, akkor ezt a csatornát javaslom. Simon Sinek. Képzelj el egy motiváló trénert bullshit nélkül és adj hozzá értelmet, ráadásul mindezt úgy, hogy még motiválás sincsen nagyon benne, tényleg mögöttes tartalommal és üzenettel, és akkor megkapod Simon Sinek munkásságát a YouTube-on, ahol aktuális élethelyzetekről és fontos kérdésekről tart előadást Simon, hogy inspiráljon minket, embereket, így annyira motiváltak legyünk a hétköznapokban. Simple History. Egy informatív, ismeretterjesztő YouTube csatorna, ahol animálva magyaráznak el történelmi eseményeket, ráadásul mindez gyorsan és egyszerűen, így egyből mehetsz is vissza Fortnite videókat nézni. Sorrow TV. Ez egy jó csatorna, bizony. Subredditek bejegyzését olvassák fel rajta vicces hangon. És viccesek a bejegyzések. Tehát ez egy jó csatorna, és vicces. Special Books by Special Kids. Ezen a csatornán elsősorban interjúkat készítenek hátrányos helyzetű gyerekekkel, akik valamilyen rendellenességgel születtek, vagy betegséggel, vagy balesetet szenvedtek, hogy ezáltal is megmutassák a világnak, hogy valójában milyen emberi kincsek rejlenek bennük, az interjúk közvetlenek, és kicsit sem tűnnek álszennek. A csatorna készítői tényleg imádnak ezzel foglalkozni, miközben egyébként nincs benned az az érzés, amit nyom folyamatosan a mainstream, hogy rosszul kell érezned magad, hogy egyből kellemetlenül kell érezned magad, hogyha valaki olyan embert mutatnak, aki rosszabb helyzetben van nálad, hanem egyszerűen azt érzed, hogy lesajnálás nélkül ugyanolyan emberként bánnak velük is ezekben az interjúkban, mint ahogyan mondjuk veled tennék, hogyha interjút készítenének veled, és olyan őszintén beszélgetnek velük, amitől egy kicsit sem érzik magukat kevesebbnek másoknál. Sajnos a YouTube egyik szabályozásának ez a csatorna is áldozata lett, és a kommentelési lehetőséget megvonták tőlük, ami nagyon fontos volt ennél a csatornánál, de folyamatosan készítik ide az informatív videóikat és az interjúikat. Bilo.
peló, péló. Ezek olyan animációk, szóval, hogy animációk, tehát az biztos, az tény, ezek animációk, tehát hogy történnek dolgok, amik olyanok, hogy így nem tudom, beteg a dolog. Suda Popin. Egy külföldi Twitch streamer, akinek szó szerint az összes tartalmát és műsorblokját másolják magyar Twitch streamerek egy az egyben, mind az önmagát kiárusító vasárnap nevű formátumát, mind az IRL streamjeit próbálnak ugyanilyen formában elkészíteni Twitch streameket, ahogyan ő csinálja. Ő nem egy jó gamer, inkább a válogatásait érdemes nézni YouTube-on, ha képben szeretnél lenni egy kicsit, hogy Twitch-en a professzionális gamer szférán túl milyen tartalmak mennek, de egyébként trash, tehát egyértelműen trash az egész. Steve Katz. Szemfelnyitó animációk a modern társadalmunkról, amelyek különböző metaforák segítségével állítanak görbe tükröt az emberek elé. Steven Crowder. Saját műsorral, politika és a nyilvánosságot izgalomban tartó kérdésekkel foglalkozik a YouTube-on, kicsit sem politikailag korrekt módon. Ő készíti a legendás Change My Mind nevű műsort, ahol nyilvános helyekre ül ki egy táblával, amire röviden leírja az álláspontját valamiről, és bárki leülhet vele vitatkozni, hogy meggyőzze arról, hogy téved. Plot twist az esetek 99%-ában nem sikerül. Stone Mountain 64. Az ember, aki túl komolyan vette a háborús videójátékokat, de pont ettől válik egy kicsit egyedibbé az unalmas és túltelített játék végigjátszások piacán, ezen kívül PUBG-ben kísérletezik. Ezek nagyon-nagyon fontos kísérletek az emberiség számára. Super Mega. Igényes gamer csatorna egyedi ötletekkel és shitpostinggal, tele iróniával, mókával és kacagással, gyerekek! És végre egy olyan gamer csatorna, bár tudom, hogy ez itthon annyira nem felkapott, hogy ne feszengjünk rá és ne várjuk el mindenkitől, hogy már pedig én fontos dolgot csinálok, miért nem mondod nekem te is azt, hogy fontos dolgot csinálok, de végre megtörténik, hogy 30 év körül emberek nem várják el a nézőiktől, hogy teljesen komolyan vegyék, ahogyan videójátékokkal játszanak, felnőtt ember létükre professzionálisan, mert nekem ez a munkám, én szakértő vagyok, és szakértőként játszok a Lego Star Wars 2-vel. Surreal Entertainment. Na ez az a csatorna, amit meg sem próbálok elmagyarázni, ez egyszerűen csak van. És hipnotizál. Igényes és nagyon életű animációk, kicsit sem félelmetes, nyugodtan nézd meg, kattints rá nyugodtan. Én a helyedben most otthon egyedül megnéznék egy ilyen animációt. Nagyon-nagyon viccesek és gyerekbarát dolgok ezek. Hű, Marci, hisz mégis megpróbáltad elmagyarázni, pedig azt mondtad, hogy nem próbálod, meg mégis megpróbáltad, képmutató vagy, képmutató. Sven Johnson. 12 szóban, rövid sketchek és shitposting, nagyon vicces, annyira te vagy cringe. Úgy sem fogod leellenőrizni, hogy hány szó volt. Tamago 2474. Régebbi flash alapú játékokat vesz gorcső alá több videójában, és gyerekkorunk rajzfilmeinek is elmondja a történetét, és elmesél mindent viccesen, és hashtag igényes és egyedi. Ez a YouTube csatorna is hashtag bezár. Tempno timelapse. Timelapse videók arról, hogyan rohadnak el a dolgok. Egyszerre undorító és természetes ez a folyamat, és érdekes így látni gyorsan az egészet, és egyszer akarsz elkapcsolni, miközben ráfüggsz erre, és végignézed az összes ilyen videót a csatornán, és igazából a csatorna üzenete az az, hogy az élet nem ér véget, jó, lehet, nem, nincs ilyen üzenete, nem tudom, ez timelapse videók ilyenekről, nem biztos, hogy van üzenete, de végre egy csatorna, ahol helyesen használják a kukacok hashtaget a videóknál. 10 Second Songs. Ismert zenéket játszanak el ezen a csatornán, más-más előadóknak a stílusában és különböző zenei műfajokban, és egy videóban egy adott zenét dolgoznak fel, akár 20 különböző stílusban is. The Actman. Elsősorban régi és új videójátékokról találhatsz ezen a csatornán kritikákat és véleménykifejtéseket, de óvatosan, lehet itt is tényleges szellemi folyamatok fognak lejátszódni. Psz. I hate everything. Egy csatorna tele negativitással, aminek a készítője mindent csak kritizál és véleményt mond a dolgokról. Mit fikázol, keci? Egy ranter vagy! Valaki mondjon nekem valami szépet, mert kezd szétesni a világom. Jack Rackham. Történelem úgy, ahogy még nem láttad. Tökéletes szlogen lenne bármelyik marketing cégnek. Informatív videók a középkorról és történelmi korokról egyedi stílusban. Yeah, ma is tanultam valamit, huhu. The Film Terrorist, sorry, Theorist. Filmteóriák és konteók minden mennyiségben minőségi videók mögött, de lehet valójában ezt a csatornát is a hatalmas filmkiadók csinálják, hogy a rajongói bázisukat kiszolgálják vele. But hey, it's just a theory.
A Film Theory. The Great War. Igényes ismeretterjesztő videók specifikusan az első világháború témakörében. The Tommy Edison Experience. Az sem szabhat gátat annak, hogy videókat készíts a YouTube-ra, ha vak vagy. Itt közelebbről megismerheted ezen a csatornán egy vak ember történetét, és azt, hogy hogyan éli meg a mindennapi, hétköznapi dolgokat az életében, és megismerheted, hogy hogyan látja, vagyis hát pontosabban hogyan nem látja a világot. The Juice Media. Sokkolóan őszinte és ütős politikai reklámparódiák, melyek megmutatják a valóságot a média hazugsága és a propaganda mögött aktuális eseményekkel kapcsolatban, elképesztően szellemes és vicces módon adja át ez a csatorna a szomorú igazságot, hogy mennyire manipulálnak minket és teszik élhetetlenni a bolygót számunkra a fejünk felett, önös érdekekből a hatalomért. The Report of the Week. Hát ez a csatorna egyszerűen brilliás. Kiöltözve gyors kajákat kóstol, általában az autójában, és szakszerűen elemzi, amiket éppen eszik. Tom Scott. Ismeretterjesztő, edukatív videó kreatív megvalósításban itt is, amin még nevetni is lehet. Például, amikor készítettek egy zenei videóklipet olyan formában, mintha egy edukációs videó lenne, vagy például ezen a csatornán küldtek fel fokhagymás kenyeret az űrbe. Vlog Creations. A legegyszerűbb prankek vlog videókba csomagolva, annyira egyszerű és őszinte ez a csatorna, hogy én ezeken a prank videókon szarrá röhögöm magam. Csak képzeljétek el azt, hogy ezen a csatornán annyiból áll a prank, hogy savanyú uborkát tesznek random emberek zsebébe, amin van egy smiley fej. ezt nem érzitek át elég, egyszerűen nem érzitek át elég, hogy ez mennyire zseniális. Good Mythical Morning. Heti kétszer megjelenő műsor a YouTube-on, ahol szinte bármi megtörténhet, vannak vendégek, játékok, témák, és mindez két veterán YouTuber, Ret és Link műsor vezetésével. Big Dose TV. Ismét egy prank csatorna, ami kreatívabb, tényleg vicces átveréseket csinál a YouTube-on, és a legtöbb prankerrel ellentétben itt nem az a nézők vannak átbaszva, akik ezt a tartalmat nézik. Vlog Brothers. Az egyik legrégebb óta működő vlog csatorna a YouTube-on, melyet ketten csinálnak, van amikor egymásra reflektálnak a videóikban, van amikor külön témákat boncolgatnak. Két legenda a YouTube szférájában, John és Hank, akiknek sikerült kitörniük ebből a skatujából, és saját könyveket írnak, előadásokat tartanak, és a SciShow nevű YouTube csatorna is az ő tulajdonokban van például. Voice Over Pete. A Fiverr.com-ról érkezett a YouTube-ra mémként a fiával Pete, aki öltönyben narrált fel bármilyen szöveget, ha fizettek érte. Majd a mém után ténylegesen tartalomkészítővé vált a platformon, és jelenleg a YouTube-on tevékenykedik. Vsauce. Hey, Vsauce, Michael hír, és tudtad, hogy ismét egy régebbi arcról beszélek a YouTube-on, aki igényes, ismeretterjesztő edukatív videókat készít, miközben mémmé is vált az interneten? What? Wavy Websurf. Szörfözgetünk az interneten, és témákat dolgozunk fel az internet hőskorából, amik nosztalgikus érzéseket keltenek a nézőkben, miközben tanulni is lehet belőle? Igen? Igen, igen, ez történik ezen a csatornán. Weast! Egy újabb utálkozó a YouTube-on, aki direkt trash köntösben fejti ki a véleményét és mond kritikát a közösségi médiában észlelhető aktuális jelenségekről. Fúj! Rusty Cage. Kicsit sem családbarát YouTuber, aki a kések megszállottja és olyan kihívásokat is megcsinál a csatornáján, amik nem fognak elterjedni a YouTube-on széles körben, miközben megosztja a véleményét is a világról. Villain. Nem veszi komolyan a YouTube-ot és a közösségi médiát, mégis ezzel foglalkozik és széttrollkodja a videóival ezt az egész közeget, elmegy influencerek találkozóira, privát üzeneteket ír nekik és megvesz különböző YouTuber termékeket és bemutatja azokat. Yes Theory. Energikus, pozitív kicsengésű videók, amik érdekesek is és nem érzed annyira kínosnak és ripacskodásnak az egészet. Ők verték át az egész internetet kamu Justin Bieber fotókkal és látogattak el a világ legeldugottabb országaiba, olyan kívásokat teljesítenek professzionális módon, melyek tényleges erőfeszítésbe és energiába kerülnek nekik, miközben kívülről nézve akár tanulni is lehet a videóikból, elég nagy munka van a videóik mögött, és ez a csatorna olyan, mintha megcsinálna mindent, amire egyszer gondolt az ember, milyen jó lenne megcsinálni valamikor. Zach Sherwin. Visszatérő vendége az Epic Rap Battles of History nevű YouTube csatornának, lábjegyzet, ha már itt vagyunk, azt is ajánlom mindenkinek, rapharcok vannak rajta történelmi szereplőkkel, na de Sherwin kreatív rappeket csinál, komolyabb és kevésbé komolyabb hangvételben. John Tron Show. Na that's a lot of damage! Ő egyébként a Flextip mémnek az elindítója, ő készítette erről a videót először, és John Tron csatornáján elég színes és széles választékban találhatunk meg videó formátumokat és videós tartalmakat, vannak itt véleménykifejtések, videójátékokról videók, de egy közös van ezekben, mind igényesek. Mac Lethal. Ismét egy rapper, aki a rap tudását arra használja, hogy kreatív videókat készítsen vele, és eljátszadozzon a szavakkal, a
rímekkel és különböző rap kihívásokat teljesítsen a csatornáján, illetve a nézői által írt rap szövegeket is felreppeli. Asai. Professzionális gitárhíró játékos, akit kielégítőbb érzést nézni játék közben, mint a legjobb kakiszex pornó videókat. Actually. Legendás internetes játékokkal, korszakokkal és jelenségekkel foglalkozik a csatornáján, hosszabb videókban ismerteti ezeket, és mondja ezekről a véleményét, miközben tényeket is elmond ezek mellé, és visszamehetsz vele az időben, a 2000-es évek elejére, hogy milyen volt akkor az internet. Life of Boris, Boris. Boris élete nagyon érdekes, sokat játszik, utazik, shitpostingol, Kelet-Európában lakik, és megpróbálja megkeresni a legjobb gulyást Magyarországon. Anthony Padilla. A Smosh nevű formáció egykori tagja itt a YouTube-on, aki szóló karrierbe kezdett, miután kilépett a Smoshból, és elindított egy sorozatot a saját csatornáján, amiben egy napot tölt el különböző emberekkel és a legszínesebb ember típusokkal, és velük folytat le érdekes beszélgetéseket. Actions. Random dolgokat mutatnak be és csomagolnak ki, kicsit sem komolyan véve önmagukat, kínosan, pont ahogy szeretjük. Mua! Asian Andy. A hivatalos feltalálója az alvó élőadásoknak, aki a streamelés egyik legnagyobb trollja ma az interneten. Big Thing. Egy edukációs YouTube csatorna, ahol a világ legnagyobb gondolkodói, filozófusai és különböző szakemberek osztják meg a gondolataikat az emberekkel, különböző témákkal kapcsolatban. Black Pen, Red Pen. A matematika témakörével foglalkozó YouTuber, aki érthetően próbálja elmagyarázni a videóiban a számok világát. Bobby Burns. Ez a csatorna egy kicsit kakukktojás a listán, ugyanis Bobby személyét botrányok kísérték az interneten, miután megosztott Shane Dawsonról egy videót, aki szintén egy YouTuber, így mára már a csatornája eléggé szomorú képet fest, eléggé kihalt és eléggé elhagyták a nézői, viszont Bobby fejezetekre és verziókra bontotta a csatornáját, és így én a harmadik verziója alatt gyártott videókat tudnám javasolni mindenkinek, melyekben elsősorban arról beszélt, hogyan manipulálják a YouTuberek a nézőiket. TV Filthy Frank 169. Számomra a YouTube legikonikusabb alakja és a legnagyobb géniusz a platformon, aki nem csak hogy világszintű trendeket indított el, nem csak hogy felépített egy saját univerzumot a YouTube-on, nem csak hogy számos emlékezetes karaktert kreált a nézőknek, és nem csak hogy az egyik alapköve volt az egyik legendás YouTuber társaságnak, de ezek után, hogy a legbetegebb videókat elkészítette, most Georgi néven a mainstream zeneiparba is sikerült betörnie, úgyhogy számos műfajban, stílusban megállta a helyét a tehetségével, aki nem ismerné ezt a csatornát, a direct trash műfaj fajnak az alapkövét látja itt. Pyrocynical. Wow, még egy YouTuber, aki az influencer világ átbaszásaival foglalkozik és bemutatja ezeket a nagy közönségnek? Na ne! Tiltsák be! The Zack and Jay Show. Trollkodnak az emberekkel és műsort csinálnak belőle? Hú, Isten, nagyon ideges vagyok miattuk. Bejuttatták például az egyik ismerősüket, akit felöltöztettek különböző ilyen $1 kacatokkal a világ egyik leghíresebb divat bemutatójára, és elítették mindenkivel, hogy ő egy szupermodell és ünnep sztár a világon, a divat szakmában, és különböző provokatív videókat készítenek, és sok fasságot próbálnak ki. Davey 504. Egy olasz YouTuber, aki angolul készít videókat, és basszus gitáron játszik, és szereti a mémeket. Nagyon szereti a mémeket. Dude Perfect. Most mit mondjak? Bűnös élvezet. Tudom, nem mondjad, pontosan jól tudom, hogy itt most trükkös lövésekről és trickshotokról beszélünk energikus formában, és ebből építették fel az egyik legnagyobb YouTube csatornát a világon, és brandettettek emögé, hogy trükkös lövéseket csinálnak, 40-szer vagy 50-szer ugyanazt megcsinálják, hogy egyszer sikerüljön, de profin vannak elkészítve ezek a videók, az az igazság. Bár néha fizikailag fáj, annyira kínos, amit művelnek ezekben a videókban, mégis van egy műsoruk, az Overtime, és egyszerűen bejön a Cool or Not Cool című szegmens ebből a műsorból, ahol eldöntik a cuccokról, amiket hoznak, hogy menőke vagy nem. Egyszerűen király, csicska vagyok, de ha ez az ára, hogy szeressem a Dude Perfect videókat, akkor vállalom. Peter McKinnon. Az ember Casey Neistat után, akiről az összes magyar magamutogató utazós vlogger másolja a stílusát és ripacskodik, és próbálnak úgy viselkedni, ahogyan olyan emberek viselkednek, akik tényleg értenek valamihez, és tényleg van személyiségük, na hát ilyen ember Peter McKinnon, akinek tényleg van személyisége. És épp ezért nem arról van szó, hogy Barney-ról, vagy I Have No Idea Hungary-ről, vagy Harry Kettner-ről máshol, mondjuk Peter McKinnon a videói. Steve 1989 MRE Info. Ezen a csatornán háborús katonai ételeket kóstolnak meg és csomagolnak ki, akár több mint 100 éves világháborús ellátmányokat is.
Austin McConnell. Informatív filmezéssel kapcsolatos videókat találsz ezen a YouTube csatornán, de találhatsz videót arról is itt, hogy mi történik, ha nem nyílik ki az ejtőernyőd és úgy zuhansz le, és különböző átverésekről, csalásokról is van videó ezen a csatornán. Illetve található egy videó arról is, amikor egy filmezéssel kapcsolatos workshopot hirdettek meg vele egy rendezvényen, de senki nem ment el az előadására, de ő ennek ellenére is megtartotta az előadását, ennek a csávónak konkrétan acélból vannak a golyói. The slow-mo guys. Nagy felbontású lassított felvételeket készítenek edukációs videókba csomagolva, ezáltal feltárulnak a nézők előtt is a pillanatok töredéke alatt lejátszódó folyamatot. P.P. Peter! Ez nekem most esetlen. Hoteleket látogat meg és értékel, ezen kívül autentikus utazós vlogokat is készít a világ minden tájáról, és készít szatirikus videókat is és rövidebb sketcheket is. Brad boys, what you gonna do? Son, ez egy shitposting középkori YouTube csatorna, csak vigyázz, ne kerüljön elő a shotgun. No, kérlek ne! Bacon. A legjobb NPC párbeszédeknek a gyűjtőhelye ez a YouTube csatorna, elsősorban a Skyrimból. Egyébként elég jó alapanyag az a játék ehhez. Ez a projektem is abba a kategóriába esik, amit nem gondoltam át eléggé, mielőtt elkezdtem csinálni, és közben jöttem rá, hogy ez kicsit több munka annál, mint amennyit én alapból akartam volna ezzel az egésszel foglalkozni, és akkor már nincsen visszaút. Egyszerűen akkor már végig kell vinni, és szeretném megköszönni, hogy eljutottam ennek a videónak a végéhez, mert már kifolyt a szemem, miközben csináltam ezt a videót, és nagy valószínűséggel elvesztettem egy pár agysejtemet a vágási procedúra közben. Nektek szeretném megköszönni. Köszönöm ezt a díjat, hogy itt lehetünk most együtt a videó végén. Most megérdemelten kapjuk meg a Revolut reklámot, és ebben az esetben nekem is egy ilyen megváltás lesz majd a Revolut reklám a videó végén. Nyilvánvalóan a bemutatott videósoknak sem 100%-ban csak jó videóik vannak, tehát egyértelmű, hogy vannak rosszabb produkciói is ezeknek a videósoknak is. De túlnyomó részben azért el lehet mondani, hogy minőségi tartalmakat készítenek valamilyen formában ezek a videósok. Ha shitposting, akkor abból, akkor az igénytelenségnek is van minőségi foka, és azt képviselik ezek a videósok. Úgyhogy tényleg, amiközben vágtam, jöttek fel újabb és újabb nevek, hogy kiket kéne, de gondoltam, nem, ez a lista 180 youtuberből áll, és itt is az a helyzet, hogy youtuberként lehetne őket legkevésbé hívni, hiszen maximum 1-2%-ban youtuberek, viszont valamilyen gyűjtőnév kellett nekik, hiszen nem mondhatom azt, hogy 180 humorista, videójáték kritikus, filmkritikus, XY, paródia készítő, sketch készítő, cringe, trash tartalomgyártó, akiket ajánlok, hát kellett nekik egy gyűjtőnév, ezért lettek youtuberek, illetve azért fontos, hogy ezeknek az embereknek a munkásságában maga a YouTube, mint platform elég nagy szerepet játszik, és elég nagy teret adott nekik, hogy kiteljesedjenek, kibontakozzanak. Úgyhogy ez lett volna a 180 youtubert, inkább YouTube csatornát tartalmazó listám, külföldi szférából kiket tudnék javasolni, és hát nyilvánvalóan ott a komment szekció, hogyha vannak olyan nevek, akiket javasolnál másoknak, akkor nyugodtan fogalmazd meg, hogy kit miért javasolsz, és ezen kívül még egy vigasz lájkot, csak egy vigasz lájkot, jó? Most már bevágnám azt a kurva Revolut reklámot végre. Gratulálunk! Azon kevesek közé tartozol, akik végignézték a videót, és a nyereményed egy reklám! Wow. Olyan hűséges vagy, hogy támogathatod a munkásságunkat ingyen, miközben te is jól jársz vele, mégpedig úgy, hogy letöltöd és regisztrálsz a Revolut nevű alkalmazásba a leírásban található linken keresztül. A Revolut egy virtuális pénztárca, melyet ingyen havidíjak nélkül használhatsz. Sőt, amennyiben a videó leírásában található linken keresztül regisztrálsz, ingyen házhoz rendelhetsz magadnak egy fizikai Revolut kártyát is. És ne feledd, a videó végén vagy, ide csak kevesek jutnak el. Élvezd ki! Oh yeah!